művészbejáró Bóta Gáborra. Fűr Anikó, jó napokat, jó délutánokat, jó estéket kívánok, ki mikor hallgatja. Nézi a művészbejáró vendége, mindannyian ismerik, tudják, hogy Madács Színház, aztán azóta Örkény színház, tudják, hogy énekelni is szeret, lemezeket csinálni is szeret, hát környezetvédeni, meg aztán roppant módon szeret. Volt neked egy mondatod, amire én azt gondoltam, hogy kapásból rákérdezek. Azt mondtad, hogy a boldogság az elhatároz, nem, az elhatározás, igen, és tanulás. Kérdése. Na most azért, hát szeretnék tőled tanulni. Ja, istenem, ez ez Szóval. Néha, amiket itt felsoroltál, ez mindig az, és hát soron kívül, ugye, elsőként így köszöntöm én is a kedves hallgatókat, nézőket. Köszönöm a meghívást, de kezdem időnként azt érezni riportok és interjúk során, hogy én vagyok a, az, aki a nagy megmondó ember, és én mondom meg mindig mindenkinek a frankót. Mert hogy de tesz tesz... azért van egy életismeretem. Hát, ha ennyi tehát... időskorban már nem lenne, akkor az már <laughs> nagy szégyen lenne. Na, szumma szumárum, de én, én senki ne várjon tőlem nagy bölcsességeket. Én csak azokat mondom, hogyha kérdeznek, csak is akkor, amik, amikre én magam jutottam, vagy az, az amilyen következtetéseket én levonok a dolgok során, megpróbálok gondolkozni, tudom, hogy ez luxus manapság egyre inkább, de mégis így van. Arra visszatérve, amit kérdeztél, vagy amire utaltál, ez a, ez a hogy mondjam, ez a nyilván a boldogság kék madara az ember a földi léte során, mivel ugye, mint az ideális testsúly, ez is egy eszmény, ugye erre mindig törekedni kell, a boldogság az olyan De azt olyan vagyok, irigyelt, hogy ez csak és, és az olyan pillanat, eszmény. bocsánat, pillanatnyi állapot, de te de... hogy határoztad? De tehát hogy kezd el határozni? Val Na, az egy, után én az leszek. Az egy, az egy, viszonyrendszer a dolgokhoz. Talán, hogyha így pontosítani Igen. mondanám, szerintem. Mert úgy, úgy próbatételekből, jó dolgokból mindenkinek kiút több-kevesebb. Van, akinek több ebből, abból, csak hogy ezt a boldogságot mi mindig úgy emlegetjük, mint valami egy olyan valahol létező és meghatározható, körbeírható dolog, amit majd egyszer, ha ezt csináljunk meg, azt csinálunk meg, ilyen lesz, vagy az, akkor majd azt elérjük, az egy cucc, amit birtoklunk majd egyszer. Szerintem ez nem így van, hanem legalábbis az én meglátásom szerint, hanem az egy olyan fajta hozzáállás az élethez, hogy, hogy mi azt lássuk meg belőle, hogy a, ami jó. Tehát, hogy egy csomó, olyan nincs, hogy valaki csak rossz lapokat kap az élettől, de hogy azt, aki, azt a, esetleg a kevesebbet, azt is meg tudja látni, észre tudja venni, és akkor attól boldog lesz, hogyha ezeket a dolgokat összegzi magába, és nem mindig csak a problémákat, a hiányokat, ami természetesen mindnyájunknak van, és a boldog ember meggyőződésem, hogy nem az, akinek minden, minden fantasztikus és tuti és minden rendben van, hanem, hanem az, aki így képes felfogni, vagy így tudja leltározni az életet, Életét, hogy ezen keresztül nézi a dolgokat. És ez a tanulási folyamat, hogy ezt kell megtanulni? Van, akinél, ez... képzeld el, van, vannak olyan emberek, akik abóvó így jönnek a világra, akik így születnek ezzel És a szemlélettel. Te? Nekem tanulni kellett. Nekem tanulni kellett, ez hogy ne, ne volt, mennyi volt. Nem tudom, ez, ez napi, napi, napi igen? feladat. Napon igen, te kell igen, Hát ez egy ilyen napi, folytonos ilyen, ez az újratervezés, hogy az ember ezeket így magába, hogy mondjam, így tologassa ezeket, így a hangmérnök felé nézek a potikat, <laughs> hogy merre felé tologatja. Azt, azt gondolom, hogy érdemes. De mondd mondjuk példát, hogy az utóbbi időben mit vettél észre, ami jó, és mi az, amit úgy próbáltál nem észrevenni, mert különben piszakul elkámpicsorodtál volna? Ne, borzasztó nekem, mondom, mert ilyen... Tökéletességre törekvő ember vagyok, idegen szóval perfekcionista, így nagyon meg tudom nehezíteni mind a magam, mind a környezetem életét. És pont ezért hajlamos vagyok mindig a hiányosságokat az én értékrendszeremhez képest. Ami nem mondom természetesen, hogy a, a, az lenne a, a, az esi mértéke csak hát ahhoz képest, ahogy én elképzelem ideálisan a dolgokat, ehhez képest általában hibáznak a dolgok, viszont... De mi hibáznak? Nem tudom, így a mindennapi logisztika, meg ide teszem, oda teszem során, meg hogy miért nem így, és miért nem úgy, és miért nem előbb, és miért nem oda. Tehát, hogy ezekben szoktam pipifaxoskodni, és, és magam is mások agyára, és a családom agyára menni. De hát hála Istennek ezek azért nem, nem játszanak túlzott nagy szerepet az életben, csak én szoktam ezekkel vacakolni. De ugye a lényeg az nem itt van, hanem ott, hogy például, hogy most mi az, ami azt kérdezted az utóbbi Igen. időben rettenetesen boldoggált. Tehát az, hogy megjelent most éve lejére a negyedik cd január 25-én volt a Fűrforten, mert ugye majd mindjárt elárulom, hogy miért a lemezbe bemutatója az Örkény Színházban, és tényleg, tényleg fantasztikusan sikerült, kirúgtuk az Örkény oldalát, ezt merem állítani, és ezt magam is meglepődtem, hogy két és fél órát végigugráltam a színpadon, így két perccel a 60. születésnapom előtt, és, Most és leszel, pár nap. Bizony, bizony, is, és, nem titok, és ebből nem csinálok, én szeretek mindig, hogy mondjam, a, a szél ellen menni, és a, a, a rossz berögződéseket, amit itt tapasztalok, az ellen tenni. Tehát én ezt akár pólón is kinyomtatom magamra, hogy én hány éves vagyok, én ezzel nem szeretek vacakolni. Füranikó hatvány, egy Nem, te képzel, el, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy én vagyok én. Na, tehát, hogy erre visszatérve, hogy ez egy csodálatos élmény volt, mert ez a címe, ugye ez a három betűs, és tíz hát, így angolul. Kell benne. Így van. Tíz csodálatos, csodálatos férfi, és én ezek, ezeket a neveket, ezeket a fantasztikus embereket szeretném felsorolni, mert, mert fantasztikus, hogy mit, mit, mit csináltak aznap este, meg egyáltalán, hogy első szóra jöttek, és ilyen kollégák, és ilyen zenészek. Szóval én szeretném így a világá ültölni, és megköszönni nekik ilyen módon is, mint ahogy már egy jó párszor megtettem, és fogom is. Petrus Kandás, Gerendás Péter, Srot Péter, Heinz Gábor Biga, Rutka Róbert, Epres Attila, Nagy Ervin, Schwarz Dávid Divó, Kálói Péter, Kohánszki Roy. Szóval ilyen csodálatos férfi koszorú vett engem ott körül, és a zenészekről nem is beszélve, akikkel már évtizedek és a óta együtt vagyunk. A férje és véletlenül, <laughs> igen, ez most sor került volna, de jó, hogy megkérdezted, hogy ez már így a második közös albumunk volt, a, ugye a Magyar Hangja vagyok, az volt az ezelőtt öt évvel a, a, az első közös, amin nem Bereményi Géza, hanem, hanem az én férjem Fekete György írta a dalszövegeket, és ez most a második. De és, és tényleg azért, azért uh, emlegetem ezt, mert ilyen euforikus este volt, és annyira büszke vagyok, mert uh, az, hogy én ki a, a csodálatos vendégeim voltak, és közöttük mind, mind Bereményi Gézától kaptam nagy-nagy elismerést és simogató szavakat, és Dés Lászlótól is, aki szintén vendégem volt, aki nagyon-nagyon megdicsért, és nagyon-nagyon uh, nagyon jól esett, hogy neki, ugye, zeneileg és minden, élményt tudtam okozni és, az én fantasztikus énekmesterem is elégedett volt velem, Bagó Gizel, aki most már 30 hát, hogy sok ő éve. Legendás. Így van, ő abszolút, ő a kájha, ő hozzá tér vissza mindenki, híre, és jó hogy akit tanított, és jobban voltak, azt akár élete végéig, hát és még ez egy sem kitüntet, fogad előtte. ez egy, ez egy csodálatos dolog, szerintem nem is tudom, hogy azt hiszem, hogy az égővelő van egyedül így, vagyis nem is tudom, hogy, hogy, hogy van-e még ilyen ember, mint ő, ilyen szaktudással, ilyen, ilyen emberi hozzáállással? Minden esetre nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy én hozzá tartozhatom. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy ha esetleg valamiért, apró cseprő dolgokért elkezdenék puffogni vagy berzenkedni, akkor mindig így oda tolom ezt a csodálatos élményt, meg ezt az egész pakkot, amit én ezzel kaptam. Lajos. Ezzel a, lemez készítéssel és koncerttel. Nem bírom ki ja, át, én bocsánat, ugye... és muszáj befejeznem, hogy itt 11 ugye, mi nem csak Ten, hanem mint Eleven, az én igazgatóm Mácsai Pál is duettezett velem. Na Tehát, hát, hogy na ez, hát. ő volt a meglepi vendég. Na, szóval, hogy a férjed, az olvasom, hogy eredetileg hal, biológus és közgazdász. Így van, ez, a két ez, két nekem diplomával ez bír. már így nem fér össze kapásból. <laughs> és akkor ahhoz képest meg szövegeket ír, tudom, hogy mesed Darabja is, ö, ö, Nincsen, nincs. mesedarabja, és Nincs neki darabja neki a, a, Munkácsi Miklós dökkesejűje legkevésbé sem mesedarab. darab. ja, hát hogy abból írt, András, azt még láttam, és ez ott Na, a Madács Pontosan, stúdiójába. annak a zenét is, Aha. és, ja, a, így így még és a szövegét is. is. ő írta, és ez egy, ez egy nagyon, mi tulajdonképpen ennek kapcsán ismerkedtünk össze. Ez egy fantasztikus, ez egy hogy mondjam, nem el egyáltalán, mert mert inkább a, hogy mondjam, a szoció jellege miatt a popfesztiválhoz hasonlítanám, vagy, vagy ezekhez a... Ja tudom, a her... úgy, úgy ismertettek, bocsánat, hogy úgy ismerkedtek össze, hogy, hogy ő akart, hogy te belegyél. Akartad? Már a demo is... lemezen, még amikor ez készült, készült, és egy csodátos Uh, kollégák uh, működtek köztre, már ezen is például uh, Ono Eszter, Atina, uh, most így a fiúk közül Nagy Péter, azt mondom, hogy egy, egy csomó nagyszerű Tehát, nagy egy kolléga, hívom, ebbe így hívni, van. És én én, de valami ég, ismerős mutatott be. Én pont, és minden tudsz, nyitott körül az Ö. életem, tehát ő, ő a telefonszámomat egy közös ismerősünkön keresztül kapta meg, és hát felkért engem egy, egy dalnak az eléneklésére erre az anyagra. De hát én szeretem tudni azt, hogy én beveszek veszek részt. Jó, oké, egy dal, még tetszett is a dal, de hogy, hogy kik a partnerek, hogy ez miről szól. Ez egész szumma, szumára elkértem, elkértem az egész darabot, és hogy én ezt tudni akartam, hogy hogy ez micsoda. És hát ahogy olvastam, lapról lapra lelkesebb lettem, mert láttam, hogy valami remek dolog. A zene is nagyszerű, és hát én örömmel mondtam erre igen. aztán úgy alakult az élet, hogy, hogy úgy tolultak a munkáim, hogy mégis visszakoznom kellett, viszont hát a dal nem énekeltem el, viszont feleségül mentem hozzá, tehát hogy leegyszerűsítve... Igen azért a dolgot. remélem jóvá tettem a dolgot, hogy leegyszerűsítve így néz ki a történet. Ez szép történet. És előtte hát, akit meg jól ismerek, ugye 20 évig volt Bagó Bertalan. 20 ahogy... évig nem, 16 évig. 15, bocsánat, igen. bocsánat. Igen, mi nem házasodtunk össze, de hát 16 év tulajdonképpen, ha... aki szakma össze, ugye rendező. Hát igen, igen, most a Székesfehérvári Székes, színházban Színházban főrendező, és Azért, azért nézek itt a plafon felé, mert közben matekozom a fejembe, hogy igazából, ugye 16-ból 13 évetű Zalaegerszegen volt szintén az Heves és Színházban fő rendezőként. Tehát, hogy a hasznos idő tulajdonképpen, így mondhatom, az mondjuk mondjuk a fele felére korlátozódott, de, de akkor is szép időt és nagyszerű éveket töltöttünk együtt, aztán vége lett. Rendezett is téged arra nem, már? Nem, 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 mi nem de dolgoztunk együtt. a sportot együtt. abból, hogy nem? Nem tudom, hogy ez sport, de valahogy így alakult. Valahogy így alakult, nem tudom, hogy ez jó-e, rossz-e, így történt De közben biztos kész. hatott rád a szakmailag is, nem? Nyilván. Nyilván, abszolút, mert nagyon-nagyon olyan... nagyon szeretem, amiket ő csinál, ahogy, ahogy gondolkozik, csodálatos erőzőnek tartom, tehetem, mind a mai nem napig. Nem tudom, emlékszel erre? rá, a Kisvádai Fesztiválon többször reggeliztünk együtt, hogy ott voltatok mindketten, van. és akkor együtt, és ilyen eszméletlen jókat dumáltatok. Te. Tehát, hogy most, ha férjedet nem, nyilván vele is így van, is. de ilyen vibrált tulajdonképpen az egész. Hát csak összetartott valami bennünket így azon kívül, hogy szerelmesek voltunk egymásba így 16 évig. Nyilván ezt csináljuk más-más oldalon, vagy más-más szegmensben mindkettőnknek ugye az élete, munkája, az, amit csinálunk, fontos, és hogy ízlésben nagyon közel állunk egymáshoz, meg színházi gondolkodásban. Nekem ő mindig nagy-nagy mindig élményt okozott a rendezéseivel. Nagyon szeretem, ahogy ő a színházról gondolkodik. Meg, meg amit... is nézed? Most is becsülettel? Ö, hát, hogy becsülettel nem, mert sajnos nincs időm rá, de például az elszínházi zsűritakként, amiben még ősszel belekóstolhattam, és ez a megtisztelő felkérés ért, ott is láttam a, a, az egyik előadását, a Julius Cézárt, és az is nagyon-nagyon tetszett. Mm -hmm. No, akkor ugye Madácsról Örkényre váltottál, az nyilván egy egész, egész más dolog. Már Madásban főleg énekes szerepek, nem? Volt, volt, volt más nagyon jó. Is, akkor de... még nem volt teljes Igen. zenei profilú a Madács ha. színház, amire váltott aztán később, akkor még, még jócskán jutottak nagyon jó prózai szerepek is. Örkényben meg kell az érdekes szerepekért, nem? Mert Igazság meg szerint ilyen, azért voltak, elvétve voltak például a jó gyerekek képes könyve. Hú, az milyen jó a, volt, az a egy ilyen filléres, A filléres opera is nagyon jó volt. Az a koldus opera lefordítva hát igen, a igen, magyarra. Ö, igen, filléres opera és azt aztán volt, voltak még zenés megnyilvánulások, most így kapásból ez a kettő jutott eszembe, de énekelni énekelünk például most az édesanynába is, a Szent álmodta a színpadra az egy előződ meg a Sertamási és lényegében ott körbeül. Ott te vagy a fő gonosz, a viziné, aki Nem vagy, bán. egyáltalán nem? nem. ez nagyon sematikus megfogalmazás, nem vagyok Anna. én gonosz egyáltalán. Ö, hála Istennek azért Kosztolányi ezt nem ilyen... Ha jó, most két... azért én is jó, kicsit jó, jó, tudom, hogy mert, neked, mert ezer éve ismerjük egymást. De hogy... hogy ö, Hála Istennek nem ilyen kétdimenziósan látta ezt a figurát. Az, hogy gonosz-e valaki, vagy nem gonosz egy, egy, egy jól, egy csodálatosan megírt műben, az annyi mindentől függ. Vagy hogy ezt a bélyeget így rá, sőt, -e. tudom. színészek mindig azt szokták mondani, hogy hát meg kell találni a legelvetemült figurának is az igazságát. Nem, És ez igaz. De ez, hogy mondjam, hát ha leegyszerűsítem, tulajdonképpen, ha megvizsgálod, nagyon, tényleg nagyon és mindenkinek igaza van. Tehát aki, aki úgy gondolja, így vagy úgy gondolkozik, lehet legyen még az a legelvetemültebb dolog, ő a saját maga szempontjából ezt tökéletesen meg tudja indokolni, hogy neki ezért és ezért van igaza. Az egy más kérdés, hogy ugye léteznek abszolút igazságok, mert akkor mire tanítanánk a gyerekeinket, hogy mi a jó és mi a rossz, ezekhez képest nyilván ő a, a rossz oldalon van, de hát a legelvetemültebb diktátorok és tömeggyilkosok is meg tudták indokolni, hogy nekik miért van igazuk. Tehát ne egy színésznek, nem a, a, az a feladata, hogy én most én emberileg felmentsem őt, vagy nem, de valóban nekem magyarázatot kell arra találnom, hogyha én ezt a szerepet játszom. Egyébként hozzáteszem, ez egy furcsa dolog, hogy, hogy, egy ilyen ellenszenvesebb, vagy, vagy úgymond negatív olvasatú figurát sokkal hálásabb alakítani, mint egy pozitív hős, de hát bezár. De nyilván ez nem felmentés akar lenni ennek vagy annak a figurának, csak egy tényleg egy olyan, megindokolható alapja, hmm. amiből ő, ő ilyenné vált, vagy amiért én, én ezt hitelesíteni tudom a néző felé, hogy ő miért ilyen. A környezet szennyezésre aztán végképp nincs felmentésed, ugye? Nincs. Ez elképesztő volt nekem, amikor ki akartuk most történni neked a. egy sima ilyen fél, Na, literes, ás, fél literes ásványvizes üvegből a izét. Ok. Na ebből te nem kérsz, mert ez petpalack és, és fúj, és neked van olyan, és erre megkérdeztem, hogy ez nem műanyag, mondtad, hogy de az... Másfajta műanyag, ez nem ez a... nem ez, ez nem a szennyez könyv. minket. Figyelj, minden, most már nem tudjuk megkerülni, a csecsemőknek a vérében is van mikroműanyag szemcse. Nem tudom, szerintem ilyen egy idő után egy ilyen félig szerves, félig szerveten android-szerű, nem is tudom, milyen figuránk leszünk és az elbetűk talán az élelmiszereken az új evolúciót akarják. Hogy kattantál rá egyébként erre? A... De az olyan, hogy mondjam, most azt hiszed, hogy, 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 hogy én most azért ülök itt, hogy téged piszkáljanak, de egyáltalán nem. Egyrészt természetemben se van, meg miért tennék ilyet veled. Másrészt nincs semmi okom rá. Az, hogy de ilyen, tudod, ilyen úri hobbiként, vagy ilyen furcsa nem, nem. agymenésként, vagy ilyen, ilyen, ilyen ne én nem tudom, ilyen is. hát egy, egy kicsit mániás a hölgy, hát nagyon rákattant erre a dologra. Nem, nem, nem. Eszem ágába <laughs> sincs, én ezt nagyon becsülöm benned, hogy ezt te, ilyen teljes energiával de nem, is de sitte. Nem tudom, nem. Ez nem egy, nem egy dogma, nem egy nem tudom, csak egy, egy mondtam, néha elkövetem azt a hibát, hogy gondolkodom, Igen. és tovább pörgetem a dolgokat, és mind minden, amit ezzel kapcsolatban látok, iszonyattal tölt el. És pont nem is tudom, tegnap vagy tegnap előtt ö, 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 fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, mert hallottam mindenféle műsorokban szintén nyilatkozatokat, hogy milyen szemetes az ország. És hogy mondtam, hogy elcsatolták Rianomba a kétharmad országunkat, de a maradékot az gondosan tele szemeteljük. Tehát, hogy, hogy ilyen, ö, hogy mondjam, sarkos megfogalmazások jutnak eszembe, és nagyon el vagyok keseredve. És ez a fajta, hogy mondjam, hozzáállás, amiben én, én nem, ne tűnjek kicsit se elmebetegnek, csak kétségbe esettem próbálok valamit alanyjogon tenni a dolog ellen, vagy érdekében, hogy egy kicsit, nem tudom, ébresztő gyerekek, hát ez az egyben. Mindig az az érzésem, hogy úgy viselkedünk, és nem csak mi fogyasztók, hanem főleg a kibocsátók, akiknek ugye potenciál lenne arra módja és lehetősége, hogy ezen változtassanak, hogy hogy mintha volna egy olyan bolygó, amit ugye ezt el tudunk, tönkre tudunk de egy ilyen műhely, ahol, ahol lehet szemetet hagyni, ahol, ugye, és akkor van a szép, a tiszta szoba, ahol van egy másik bolygó, amit aztán úgy élünk, és olyan szépen vagyunk, és minden olyan frankó, ahogy ugye ez a bóvó megteremtetett, de hát ez nem így van gyerekek, hanem ez az a hely, ez a kis gyönyörű kék bolygó, amit, amit egy icipicit kéne vigyázni rá. És hát egyébként a rémes háborúk is, hát elég sok szemetet hagynak. Maguk Jó, hát ez hát, nem, ne, az a baj, hogy már a, a civilizáció, és ugye a, eljutottunk oda, hogy, hogy arra a szintre, hogy szerintem már jót lépni nem tudunk, csak esetleg kevésbé rosszat. És erről ne is beszéljünk, mert az, hogy a Szóval ez, hogy a, a, háborúnak mondjuk az a, az a, hogy mondjam, legkevesebb idézőjelbe rossz hozadéka, hogy, hogy, szemetet hagy maga után, és mennyit, és miet, hanem az, hogy emberi életek ezrei, százezrei vesznek oda a háború során, tehát hogy ez, ez, ebből a szempontból ezredleges a, a hulladék kibocsátása, nem a nagyobbik baj, hogy a legnagyobb baj, hogy emberek halnak bele ebbe a csúnya játszmába, amit a nagyok vívnak. Na mindegy, ö, ö, visszatérve erre a dologra, hogy, hogy a napi reflexek szintjén mindenki tehet valamit. Nyilván mondom, a, a nagy kibocsátókat nem én fogom ö, visszafogni, vagy, vagy, vagy ellensúlyozni, de talán mindenkinek a sok-sok emberből, ha mindenki megteszi ezt a picit a maga tájékán, akkor, akkor vigyázz. És, és mondom, nem valami becses, nagyon értékes nipre kell vigyázni, hogy az össze nem törjön, hanem a saját életterünkre, hogy legyen víz meg levegő, ilyen egyszerű. Tehát, hogy az egész működő, múkodj, működőképes legyen még, mert a gyerekeink számára is. De hogy -e is. vigyázni? Most ilyeneket mindenki tud, hogy nem veszek minden nap egy új nájlonzacskót. Nyilván. Ezt, ezt tudom. És mit, mi, mi, az, amit még... Ah, végül Mondjuk is... nem úgy mosol fogad, hogy megengeded a vízcsapot, és közben ő, mi alatt sikamikálod a fogadat, az ott el, elmegy, mit tudom én, 15 liter víz. Mondok egy, egy apróságot, ami lehet, hogy ö, ö, most ez a csodálatos, sterilés, csilivili világ sikkantani fognak nagyokat a háziasszonyok, Ö, nem mindenkinek ilyen, de nekünk például olyan a bojlerünk, hogy legalább ö, 10 liter víz elfolyik addig, amíg megjön a meleg. És ugye hát nem mindenhez tudok jéghideg vizet használni értelemszerűen, de én azt csinálom, hogy ott van egy vödör, egy nagyon kis hercik kis fehér, ilyen gyönyörű kis vödör, egy 10 literes vödör, és én azt oda teszem a csapolá, amíg ki nem fogy vagy ki nem folyik a meleg víz, és ezt Pont 10 liter. Ha azt megszorozzuk 10 az már 100 liter, az egy hónap alatt több mint 300 liter víz menne csak úgy le a lefolyón, amit el lehet virágra, mosásra, adapszudom wc leöntésre, tehát hogy, hogy ilyen dolgokra lehet felhasználni, vagy visszaforgatni. Ha most építkeznék, nyilván ez lenne az elsődleges szempont, és meg is tehetném, mert ezek, a, ezek az úgymond nagyon progresszív energiafelhasználású és vízfelhasználású uh, építmények igencsak drágák, hogyha ezt megtehetném, akkor biztos, hogy a víz visszaforgatós, tehát, hogy vannak olyan csodálatos rendszerek kitalálva, vagy már vannak olyan biológiai tisztítások, hogy, a, hogy a, a vizet hogyan lehet a leggazdaságosabban és hatékonyabban felhasználni. A fűtést, ugye a passzív házak, milyen módon lehet geotermikus energia, napszél, stb. stb. Csodálatos megoldások vannak Garmadával, Hát sajnos egy, egy 96-ban épült házban ezt nem nagyon lehet megtenni, csak, vagy csak írtózatos anyagi ráfordítással, hát amire sajnos ugye nincs lehetőség, de mondom, ilyen mindennapi apró reflexek, vagy mondjuk a komposztálás, vagy, a, mondom, vagy ezeket az összegyűjtött vizeket, hát nyáron oda lehet önteni a, a szomjas földre, vagy mondom, olyan sok mindent lehet vele kezdeni akkor mit mondjak neked? Igen, amit mondtál, az fontos, hogy ne, ha látom, hogy így zacskót így egymás után így tépkedik le, kétszem, retekér, rettenetesen bosszant, hogy, hogy az emberek valahogy nem gondolkodnak. És ez, és ez nagyon, ez, ez sajnos tendencia, azt hiszem, hogy... Azt tudhatod, gondoló... hogy egy ilyen zacskó, vagy tíz zacskó, vagy ezer zacskó mit csinál? Nem tudom, de képzeld el. hogy mennyiségileg. Hogy képzeld el, hogy, hogy ez, 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 úgy, ez, úgy, van, és hát végig végignézel mondjuk egy, 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 szép tájon, egy ilyen bevásárlóközpont közelébe, és akkor ott a faágokon, mindenütt bokrokon, hogy ringatóznak ezek a csodálatos nejlonzacskók. Hát nem, nem borzalmas, de mert szerintem tiszta apokaliptikus az egész. Hogyha te vagy én tudunk ezzel tenni, és akkor ne, nem az az első az, hogy majd, hogyha a szomszéd is csinálja, vagy majd, hogyha XYZ is csinálja, majd akkor mi is, hanem mondjuk merünk első fecskék lenni, hát akkor talán mi, miért ne legyünk? Miben van ez? Neked nem? volt is ilyen műsorot tapalatni nem Föld, mint a Föld. Nem van, hanem a Tabek. Ez egy el, a, a Kocsis Tibor és a Flóra film csodálatos ö, ö, kezdeményezése volt 20 éven keresztül, amiből én 13 éven keresztül én vezethettem a duna TV-n ezt a műsort, amit így egyik napról a másikra, a dolog ugye jelentőségénél fogva így hogy megszüttettek, de hogy pedig szerintem szabad föl... szemmel nem látható pénzösszegért állítottuk elő ezt a nagyon nívós és nagyon tartalmas de műsort miért mindenki. Hogy Egyébként hogy, fölhívott valaki? Nem, vagy? egyszer csak nem nem volt. Hát nyilván ugyanúgy vesz, mindenki az a sem, vesztese, de... Azt sem mondták, hogy bocs, bocs ez közt szinte, közt én nem Nem, ezt. szinte karitatív kezdeményezés Aha. volt. Tehát mondom, szabad szemmel nem látható szerinted összegért meg? nem tudom megmondani. Talán azért, mert olyan baromi fontos azért. Nem, nem tudom, mire mondanai, ez csak az elkeseredés mondatja velem. Nem tudom miért. Én azt vártam, hogy oké, okay, hogyha tudnak ennél jobbat, pörgősebbet, ütősebbet, ugye, csili ami nagyobbat, puffan csattan, oké, okay, csinálják, vagy Mondjuk mi is tudtunk nem volna, az, ha... például, valami hogyha még valami pénzt is adtak volna rá többet, nem, akkor a... mi az... is tudtunk volna, de mindegy, nem lett semmi helyette. És nem az fáj, hogy nem tudok a tévében szerepelni, hanem az, az fáj, hogy hogy ez az ügy, ami tényleg mindenek előtt kéne foglalkoztassa a politikusokat is, már mondjuk onnan tudom, hogy mekkora a baj, mert lassan ők is elkezdenek vele foglalkozni, tehát most már nagyon nagy a baj, hanem hogyha mi, mindenek előtt ez kéne szempont legyen mindenben. De nem az a rémes, hogy, hogy ez se, tehát, hogy, hogy ez is már oldalakhoz kötődik, tehát, hogy ezt is beizélik, Jaj, hogy ez, ez is, is ilyen baloldal, jó, meg jó, jó, licsi, ezt, meg, ne, erről ne hogy a környezet, el beszélni, meg, az őd De hát ez ilyen. van, nem? Nem, nem ez nem tudom, van. borzasztó, de hagyjuk kéne, hogy csak, én, csak én, a csak Szerintem nem? vannak olyan ügyek, amik, amik teljesen ki kéne kapcsolni mindenféle meg egyáltalán a lényeges ügyeknél ezeket a dolgokat nem kéne annyira méltatlan ezeket így behozni. De hogy közben hát ez bekerül, hát ezzel neked is Egyébként ezt te ki akarod teljesen kapcsolni, tehát a politikát az életet. Mert nem értek hozzá, nem látok a mélyére. Ez egy olyan játszma, ami neki nem, is tudom, és nem is akarom a játékszabályait tudni. Ami eljut hozzánk, az a egy csúcsa. Én ebben nem akarok, hogy mondjam, ezeket az internet bölcsességeket ki nem állom. Mindenbe beleugatni, úgy csinálni, mint a értenek hozzá. Nem értek hozzá, és nem is akarok. Ez nem az én játékom. Játszák a nagyok, akik Na, de látható, hozzá. a kiborulsz tőle, hát Nem most, ettől borulok ható, ki attól borulok. Nem, nem ettől borulok ki, attól borulok ki, hogy amilyen helyzetben van az ország, és meggyőződésem, hogy ezzel a temé szemét cuccal biztos, hogy lehetne valamit csinálni. Csak kéne rá akarat, és kéne rá aparátus, és kéne rá áldozni, mert szerintem az egy elég fontos dolog, hogy hogy tényleg egy, nem tudok a vonatból úgy kinézni, nem tudok az autó mellett elvenni. Az más kérdés, hogy el se kéne dobnunk, tehát, hogy itt kezdődnének a dolgok, hogy egy, 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 egy svájci vagy egy szingapúrinak eszébe nem jut, hogy a, a cigarettacsikkét, de csak a legkisebbről beszélek, ki dobja az, a, a, a az autóból, vagy valahonnan az ablakon, sehol se, vagy az utcán, itt kéne talán a fejekbe rendet tenni. És a színházi szakmában, hogy mi, mi van, az mennyire izgat? És mit gondolsz erről? Én nem, nem tudom, mire gondolsz. Hát mondják, hogy ez is nagyon megosztott, Akár nem, két nem, ne ezzel én nem akarok foglalkozni. Jó. Tehát, hogy nem, én, én annyi, hogy mondjam, van nekem elég bajom az életben, én ezekkel nem akarok még plusz másnak ezzel is foglalkozni, mert ebben nem, nem, vagyok, nem vagyok potens, nem vagyok, nem tudok ráhatással lenni, és nem is, ezért nem is akarok foglalkozni vele. És akkor mi foglalkoztat még most a környezetvédelem, meg a színészeten kívül? A családom, meg hogy összegarebjeztem a... Látod, nagyjából sajnos nem teljesen végeztem, de összegerebjeztem a leveleket a kertbe, metszegedtem egy kicsit, kicsit aggaszt ez a az áprilisi, vagy igen, áprilisi február, ez a két hónappal korábban jött tavasz, nem tudom, mi lesz ennek a bőtje. Hát ugye ezt is, ezek, ezek foglalkoztatnak, szeretek jókat olvasni, fontos, hogy a, hogy a gyerekem jól érezze magát a bőrében, amennyire csak lehet, hogy jól tanuljon, hogy jól sportoljon, hogy de ez nem, nem elvárás, hanem ma nem tudom, hogy ez neki örömet okoz, és hogy legyenek ebben sikerélménye is, legyen teljes az élete. Mire készülsz? Meg jókodj. Hogy... Most igazából most igazából Nincs a színházban ebben az évadban úgy feladat. Nagyszerű munkái voltak, nem. Hát. Nem, nem baj. Így is maradt öt hát. színdarab, amiben játszhatom esténként. Hát, hogy mondjam, jól, jól laktam, vagy jól nyilván, természetesen a, a jó feladatokra mindig éhes az ember, de nem mennyiségben. Tehát, hogy ez nem baj, hogy van egy kicsi, kicsi, pauza ebből a szempontból. Nem is igazából én azt gondolom, hogy, hogy, így a gondviselés okosabb, mint én, mert hogy ebben az évadban nekem nagyszerű filmes munkám volt. Mayer Bernadett első mozi nagyjáték forgattam sokat és jót, tehát, hogy, hogy, ez, egy, ez egy nagyszerű munka volt, és emellett a, a Déslátszó időten koncertjei mellett, meg a, a, saját irodalmi estjeim mellett, Rutka Roberttel, amit egy országszerte viszünk nagy-nagy örömömre, nem is, nem is, jutott volna vegyértékbe, nem is tudom, hogy mit történt volna így is olyan novemberben, az a csoda, hogy túléltem, hogy túléltem. Tehát nem is tudom, mi lett volna még, hogyha én nekem még, még, egy új próbaidőszakom lett volna ez alatt az idő alatt. De akkor alapvetően te most jól vagy, nem? Jól akarok lenni. Én, én igyekszem mindig jól lenni, ahhoz nagyon, nagyon nagy bajnak kéne lenni, vagy hogy, hogy ne, ne, ne legyek jól. De én meg nem is szeretek nyavajogni. Vagy ha nem lennék jól, akkor sem mondom el neked. De, de nem. Jól vagyok, persze. Nagyon, nagyon szégyelném magam, hogyha ennyi jó menet, ami így történik az életemben, nem lennék jól, akkor az, az, az nagyon gáz lenne. Akkor köszönöm, hogy a és boldog születés! Nagyon vagy. szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm!